videó elején megnézzük, hogy hányadik haórész következik, mert egyszerűen fogalmam sincs. Azt mondja, hogy ez a negyedik. Igen, negyedik. Sziasztok! Elérkezett a negyedik része legmenőbb haul videónak, viszont még mielőtt a videót elkezdeném, három dolgot szeretnék nektek elmondani. Az első dolog az, hogy a hétvégén megrendezendő budapesti playout-in jelen leszek, szombaton és vasárnap is megtalálható, viszont az, hogy mettől meddig, azt nem tudom. Nyugalom, órákon át ott leszek a rendezvényen, tehát reggel 10-től mondjuk este 5-6-ig, nem tudom meddig fogom bírni, ezért nem tudom biztosan mondani, hogy ott leszek zárásig. Ja, és igazából ott megtaláltok plate.hu, ott meg minden információt megtaláltok, mert ugye most például nem a Szimacsarnokban, hanem a Hungexpón lesz, ami nem tudom, hogy hol van. A második dolog, hogy azért ülök a földön, mert egész nap egy székben ültem és egy kicsit fárasztó volt, szóval a széket most így 8 órán keresztül nem akarok látni, jó? Szóval csak így szőnyeg, meg ágy, ennyi. A harmadik dolog, hogy készülök egy eléggé nagy videó projektre. Viszont meg szeretnélek kérni, hogy előzetesben a leírásban rakok egy Facebook oldalt és azt lájkoljátok be, mert annak segítségével fogom tudni majd ezt a videóprojektet véghez vinni. Ez egy izgalmas projekt lesz, nem szeretnék igazából még semmit sem elmondani róla. A leírásban található linken keresztül találtok egy Facebook oldalat, azt meg kérek lájkoljátok be, és akkor majd közeljövőben jönnek az információk, hogy mi is lesz ez a videóprojekt, ami több részből fog állni. Több részes videósorozatra kell gondolni, és kültéren lesz, nyugalom. Biztosan nekem is fog tetszeni a felvétele. És ja, igazából kezdhetjük a haul videót. Az első dolog, amit rendeltem, az egy mérleg. És kérdezhetnétek, hogy miért rendeltem egy mérleget? És válaszolnék is rá, de nem tudom. Viszont ez a mérleg mérhetetlenül jó. Azt írja rajta, hogy time, tear, unit, 5 kg x 1 g. Szerintem ez valami nagyon érzékeny mérleg tud lenni. Nagyon jól néz ki, biztosan fogom használni, csak nem tudom még, hogy mire, de a mérleget az biztos fogom használni. És a dizájnja is tetszik, úgy igazából. Következő dolog az egy tölcsér, amit rendeltem. Kérdeznétek, hogy miért kellett nekem tölcsér, mert eddig, amiket bemutattam nektek, a mérleg és a tölcsér azt sugallhatja, hogy én vagy egy metamfetamin üzemet akarok futtatni, vagy pedig valami hasonlót. Nem gyógyszergyárat vagy droggyárat akarok én itt csinálni itthon, hanem azért kellett a tölcsér, mert a motoros rolleremben mindig kifolyik a benzin, amikor töltöm bele. De mindig mellé öntöm, tehát olyan nincs, hogy ne. Ezért vettem egy ilyen tölcsért, aminek a közepéből ki lehet venni azt a részt, ami igazából így megszűri az egész dolgot, és így lyukas igazából, higgyétek el, lyukas. És ezt vissza lehet rakni, és akkor nagyon jó. Azt szeretem, hogy nagyon nagy a szája, biztos, hogy nem fogom így már mellé önteni a benzint. A következő dolog az egy ilyen cucc. Ki tudja, hogy mire jó ez? Elárulom nektek, ezt fel lehet rakni a falra. Minden fekete rubrika, vagy kocka, egy napot jelöl a hónapból. És ezt így felrakhatod a falra, és beleírhatod a fekete kockákba, hogy éppen aznap milyen programod van. Ez a nagyon elfoglalt embereknek van kitalálva. Aki megmondja, hogy mi a következő dolog, amit feltartok a kezemben, az valamilyen értékes jutalomban fog részesülni. Itt bukott el mindenki. Szerintem ezt vagy a lányok fogják tudni, vagy senki. Tehát ez szerintem csak lányoknak, vagy a főzős Ádinak menne. Ez nem kivihez való, hanem valami hasonló gyümölcshöz. Ezzel felvágni lehet. Csak így pak, így belerakod, és akkor felvágja. Illetve vannak itt ilyen szálak, amikkel is szépen fel lehet szeletelni. És itt az elején található kés, ami egy picit amúgy vág is. Következő dologból kettő van, nem tudom miért. Két ilyen poló. Na, vegyünk fel egyet. Azt hitted, hogy előtted fogok vetközni? Amatőr. Na, hát ezt a videósok így szokták megoldani, csak úgy szolidan, és így néz ki. Így néz ki rajtam. Nagyon szeretem az anyagját, csak lehet, hogy egy picivel hosszabbat kellett volna rendelni, vagy én vagyok túl erős, nem tudom, de egy kicsit feszül rajtam, érzem így oldalt, meg ilyen helyeken. De jó, tetszik. Utána meg kaptam egy ilyet, amit ugyanúgy fel lehet venni. És akkor ez szerintem rajtam is marad a videóban. Hú, ez nagyon tetszik amúgy. Nem tudom, hogy azért egy címkét azt letépnék róla, hogy látszódjon benne. Úgy, és ez így rajtam fog maradni. Ez nagyon szveg. És tényleg, nagyon tetszik az anyagja. Egyébként minden dolgot, amit itt bemutattam nektek, azt a leírásban található linkeken megrendelhetitek. Nagyon olcsók, és a kiszállítás egyébként 20 nap körülbelül.
Szóval azért nem kell aggódni, hogyha 15 napig nem jön meg, és akkor majd utána, hú, Bence valami olyasmit mutatta be, nem, meg fog jönni, csak 20 napra rá kb. Ennyi lesz volna ez a videó, remélem tetszett nektek, hogyha így van, nyomjatok egy lájkot, találkozunk a hétvégén, tartandó budapesti Play IT-n, sziasztok! Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close